Újra legálisan mehetnek az emberek moziba, színházba és koncerttermekbe Belgiumban, miután a kormány visszavonta a koronavírus járvány miatt pár napja bevezetett korlátozó intézkedéseinek egy részét. Az említett intézményeknek vasárnaptól be kellett zárniuk, amit nem mindegyik tartott be, ezen kívül a kulturális szektor képviselői aláírásokat gyűjtöttek a rendelet megváltoztatásáért. A Vendommozi igazgatója azt mondja, nagyon izgatott ellenálltak és nyertek. Felháborítóak voltak a kultúrát sújtó intézkedések, nem érezték úgy, hogy kockáztatnák a nézők egészségét, úgyhogy nagyon örülnek annak, hogy legálisan újra nyithatnak. A kormány visszaállította a december 3-án megszabott feltételeket. Ezek értelmében a rendezvény helyszínek legfeljebb 200 főt fogadhatnak, kizárólag ülőhelyeken, az előadások ideje alatt pedig végig kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Örülünk, hogy korrigálták a bezárásra vonatkozó döntést, amelyet tisztességtelennek éreztünk. Másrészt az elmúlt néhány nap valóságos hullámvasutazás volt. Az újranyitás nem olyan egyszerű, komoly előkészületeket igényel, mondja a Kinepolis mozicsoport szóvivője. Karácsony második napján vasárnap több ezeren tüntettek Brüsszelben a bezárások ellen. A kulturális szektor szerint a bezárásra vonatkozó intézkedés különösen méltánytalan volt, figyelembe véve, hogy a bárok és éttermek például nyitva tarthatnak.